Tehát amit most beszeretnék mutatni, az egy kis segélyprogram, ami arra szolgál, hogy gyakorlatilag ne nekünk kelljen ott állni a távcső mellett és megadni, hogy koordinátákban, hogy mi milyen változót szeretnénk adni. Hiszen hát a színszkenben abban nincs ebben, hogy beírom, hogy mondjuk S-suma, és akkor rájön az S-sumára, amikor koordinátát kell megadni, és ha nekünk kelljen megnyomni a gombot a fényképezőgépen, hogy csinálja mondjuk 25 expozíciót, mondjuk képenként 90 másodpercet, amit ugye önmagában maga a kamera nem is tud, csak hogyha van spéci firmware-t használunk, vagy pedig expozíció vezérlőt használunk hozzá, meg ha már van lehetőség arra, hogy ezek az eszközök, amiket használunk, tehát egy egyszerű színszken távcsővezérlő, de minden is meg rengeteg minden kompatibilisan működnek ezek, illetve egy kamera, hogyha azokat lehet már számítógéppel vezérelni, akkor csinálják meg maguktól a képet, hogyha lehet. Ezeket. És erre elég sok evolúció után erre született a most éppen használt Auto Observer nevű program, ez már az ötödik változata. Kezdve egy egyszerű Visual Basic Script-tel, ez most már egy teljesen Linux alapú program. Ami ugye fontos, hogy ez most csak is és kizárólag Linuxon fut, bár működhetne Windowson is, de a legfontosabb dolog, ami az asztrometrálás, és így a távcsőnek a automata betanítása az Windows alatt jelenleg nem megy. Nem tudnak, hogy hogy lehetne azt megcsinálni, ezért ez csak is és kizárólag Linuxon megy, az egész az gyakorlatilag parancsoros program, nem is nagyon van értelme átni, grafikus felületet írni, azt majd megmutatom, hogy miért. Viszont, hogyha valakinek csak Windows-a van, ugye a Linux-ban egyáltalán nincs is otthon, az nem probléma, mert hogyha egy kicsit is közepesnél erősebb gépe van, akkor virtuális gépen tudja futtatni az egész környezetet. Úgy, ahogy van, igen. Cignél próbálkoztatok? Nem, elméletileg azzal is megy, de azt nem próbáltam meg, mert eddig nem volt rá szükség. De ha valaki Cignél szeretné használni, akkor elméletileg megy. Csak nem volt még kipróbálva. Itt inkább az asztrometriával van probléma, mert Cignél ugyanúgy le tudjuk fordítani a programot, meg a keretprogram, amit ez használ, az is menne Cignél, azt írták, de minden lett tesztelve. De mondom, az egész egy virtuális gépen lehet használni az egészet, ami már egy közepesen erő, tehát egy ma alapgépen is el tud futni, mikor nem is lesz olyan sebességű nyilván, mint hogyha a natív gépen használna az ember. Mielőtt mondanák róla bővebben, de szeretnék mutatni egy demonstrációt, hogy nem ilyen száraz, legyen aztán mindenki elalszik, hogy egyáltalán bármit megmondítunk. De előtte szerintem kezdjük a nulláról, tehát mondjuk az fölvonás. Igen, és a kapelláról, mert most lesz. Előbb menj előtt. Igen, hát jó. Azt szeretném. Mert most a S-sumán áll, ha jól látom. Most valahol áll, igen. Ja, most már valahol áll, ez nem az S-sumán, akkor jó. Nem tudom, hol áll. Jó. De az S-sumán, akkor igazad van. Csinálj egy kapellás, ezért átállást előtt, hogy valahol vagyunk a képen. Tehát az a lényeg, hogy kivisszük a távcsövet, pólusa van állítva, tehát most a kicsit fapadosabbat mondom, ami nem teljesen automata. Tehát kivisszük a távcsövet, pólusra állunk, és betanítjuk a három csillagos módszer szerint, így a fotó az működik. És ilyenkor ebben az esetben elég csak magad, ja, utána fogjuk egy régi, bármilyen régi gépet, és rákötjük USB-n keresztül a kamerát, illetve magát a mechanika vezérlőt rákötjük a gépre. Ez lesz mondjuk úgynevezett szerver, ez kint van a gépen. De természetesen közvetlenül a vezérlő laptopra is köthetjük az egészet, az ugyanúgy működik. Csak ugye kényelmesebb. Ki kell ülni a gép mellett és igen, fázni minusz. Csak kényelmesebb, hogyha egy régi gép, ami akár lehet a kis Raspberry Pi is, azzal is működik az egész, ami 15. Én például, amíg tökre nem ment a gépem, egy EPC, egy 7-szoros
10 év, 9 éves EPC-t használtam rá, de egyébként ez a IBM színfel, ez is kb. Legalább 10-12 éves. Tehát ennek, ami maga a szerver részének, annak gyakorlatilag nincs erőforrás igénye, mert most csak egy transzparens, tehát egy átkötő az egész között. De mondom, nem annyi kell, csak, hogy a szerverbe legyen kapcsolva, tehát nem is kell grafikus felületre belépni vele. Semmi, nem grafikus se kell, igen. Ja, csak annyi, hogy a két gép össze tudjon egymással, vagy mondjuk Wi-Fi-n keresztül kapcsolódni. Tehát kell ugye, tehát pólusra állunk, betonítjuk magát a kamerát, és ugye fel kell kapcsolni, meg az egészet el kell indítani. Az egészet utána pedig szépen beállítjuk mondjuk a célpontot. Egy egyszerű, tehát ebben az esetben menj át az ablakon. De miért megy át? Merre kell? Ez egy virtuális ablak, ez egy ötödik asztal neked. Tudom. Szóval beállítjuk ebben az esetben, hogy ezeket a célpontokat szeretném én megnézni. Ez itt a célpontnak a neve. Ez itt, hogy hány másodperces expozíciót szeretnék csinálni, ez pedig, hogy hány darab expozíciót szeretnék, utána pedig tehát először az RGM, aztán az S-suma, aztán a W-ori. Ugye azért raktam az RGM-et előre, mert hogy majd mozduljon a távcső, mert most az S-sumánál, vagy annak a környékén. Utána pedig nem kell már csinálni, ezt majd később elmagyarázom, ez egy CasTars nevű ingyenes Linux alatt futtatható program, ez gyakorlatilag egy kvázi grafikus felületet ad az egésznek, de nem szükséges. De csak azt mutatja, hogy hol áll a távcső, te is állásod, hogyha nem hiszed. Ez egy planetárium program, kis egyszerű. Utána fogom, ez maga ugye a terminál, és elindítom az egészet, így feléleszti magát. Most már AO-val is működik. És most belészel is. Ebből a kártárból olvastak ki, hogy ez elkezdődik. Ez csak egy mutató. Ennek nem is szükséges. De akkor honnan szedte, hogy hol van az ergennek a... Azt én megkaptam neki kézzel egy másik szöveges fájlban. Tehát nekem is például van egy Vend alias nevű TXT fájlom, amiben az összes célpontom képének a közepe benne van. Tehát nem az, hogy a adott csillagnak mi a koordinátája, hanem a kép tényleges középpontja, ami referenciakép nálam. Itt alul kiáll, kiírja, hogy éppen mit csinál. Tehát rámenni Ergenre, és akkor csinálja a képeket. 2x10 képet csinál. És majd felfogunk valami egy ablakot, hogy letöltötte. Ezeknek adhatnám valami rendes sorszámot is, ez az 5.18 vagy ilyesmi, mert ez egy újabb, mint például, amit én használom. Ez a sorszáma. A V02? Igen. Ez a rendes sorszáma, és azért újabb, mert ez maga a kép, ez egy automatikus CasTars esetében. Most valójában sötét képeket készítünk, igen, mert lesz néhány 10 másodperces sötét képen 25 fokos szobahőmérséklet. Nyári estére pont jó lesz. Készen is van, most rámegy az S-sumára, és akkor ott is elkezdi a képeket csinálni. Jó, megcsináltad. Tehát ezt leteszem ide, akkor... Mik adja? Ennél többet tud, nyugi. Nem, azt hanem az expo egy kicsit csúszkál. Az igen, ezt most nem tudom, ez most a... Mert mit van? Mozgás közös exponátor. Igen, akkor jó hallottam. Mozgás közös exponátor. Nem tudom miért, mert frissítettem. Újra kellettítenem a gépet, frissítettem, és azóta nem működik, úgyhogy... De nekem megvan egy korábbi változat, ami ennél sokkal jobban működik, tehát mindjárt Közben elmagyarázom, hogy hogy működik. Ki hallott az ASCOM-ról? Vagy mi az, hogy ASCOM? Az ASCOM ugye egy Windows-os felület, ami gyakorlatilag egy felhasználói program, ami mondjuk ugyanígy egy távcsövet, fényképezőt vezérli, és a ténylegesen a
az fizikai eszközök, tehát amikből van rengeteg kamera, van rengeteg mechanika, meg rengeteg minden van, hogy azok közötti összeköttetést teszi meg, hogy a programozónak, aki egy tárcsövezérő programot ír, ne kell mindegyikre külön-külön lefejleszteni a programot. Linux alatt gyakorlatilag ugyanezt csinálja az Indeed nevű keretrendszer, csak míg az ASCOM-ban mindegyiknek egy gépen kell futnia, addig az Indeed úgy találták ki, hogy van egy szerver, illetve van egy kliensgép, ami a szerver és a kliens ugye lehet fizikailag ugyanaz a gép is, akár, de lehet külön is. És magára a szerverre, arra csatlakoznak fizikailag az eszközök, és magára az egész szerverre pedig csatlakoznak a kliensek. Különböző egy szerverre több kliens is kapcsolódhat. Az egyik kliens az maga a program, amit én írtam, tehát ez egy kliens, és ettől teljesen 100%-ig függetlenül másik kliens, ez a CastArs. Ez csak azért van, hogy lehessen látni, hogy éppen most itt áll. De ez egyáltalán nem szükséges az autóobszervernek a működéséhez. Én például nem is használom. Na és ami a lényege az egésznek, mert ugye ez most csak ráállt és csinálta a képeket, mert az egész úgy lett megírva, azért is nincs hozzá külön grafikus felület, mert ugye igazából ez egy teljesen felügyelet, ideális esetben felügyeletmentes működése van, és ahhoz nem kell grafikus felület normál esetben. Mert magának az volt az egésznek a lényege, hogy az egész a script vezérelt lehessen. Ez például az úgynevezett inicializáló script. Ez egy egyszerű szöveges fájl, ugye egy nagyjából egy fura nyelvvel, ami pedig csak annyit csinál, hogy beállítja a különböző dolgokat, tehát kapcsolódik az egészet. Itt például itt az elején, itt a tetején, itt állítjuk be a szervert, itt létrehozzuk az adott, illetve itt megmondjuk, hogy hova mentse le a képeket, itt létrehozzuk az adott könyvtárat, hogy ahol lementi a képeket, az aktuál, ami tartalmazza az aktuális dátumot, meg egy csomó mindent beállítunk, és többek között, tehát itt állítjuk be a mechanikákat, hogy milyenek vannak, meg egy csomó mindent megcsinálunk, és itt például beállítjuk a mi egyedi, az egyedi listáinkat. Mert ugye a GoTo az koordinált alapján működik, de ahhoz, hogy mi normálisan tudjuk használni, ahhoz nevet kell hozzáadni, és ezek az egyszerű kis txt fájlok mondják meg, hogy minden ezt akartam. Tehát ezek a kis txt fájlok mondják meg, hogy rendelik össze a nevet a koordinátákkal. Tehát ez itt a... Mondjuk az M17 rektaszenzió deklináció. De ezt nem csak Messier-re lehet, ugye ezt megcsinálta a Messier-re, NGC-re, de bármire meg lehet csinálni, amire csak akarjuk, és akkor úgy név szerint tudunk rá hivatkozni. És maga, amit most csináltam, most a demonstráció lényege volt, ez a kép, ezeket is ugye ezt script csinálta. Tehát az egésznek ugye az a lényege, hogy magát az autoobszervert, azt ezt scripttel lehet írni, itt látszik is, hogy ott van ott alul villom már a front, várná az ő parancsot, mondjuk, azt mondom neki, hogy álljon rá az M4-re. Csak ugye ezzel még mindig ott tudunk, hogy amíg a régió doszos világban, hogy gépelni kéne parancsokat, úgyhogy ez nem is maga, de nem is ez a lényeg az egésznek, hanem az, hogy ezeket a parancsokat, ezeket scriptbe lehet szervezni, és scriptben végre tudja magától hajtani az egészet, és akkor lesz annak az eredménye, hogy egy egyszerű szöveges fájlban elég megadni azt, hogy mi mit szeretnénk készíteni, és akkor ő végrehajtja. Lehet a scriptben különböző feltételeket vizsgálni, ciklusokat vizsgálni, egy csomó minden ilyen Linuxos parancsokat végre tud csinálni. Például amit Fidusz mondott, hogy ő azt csinálta, az ő saját scriptjeit, amiket írta az észleléshez, hogy kiírja, hogy hány milliméter a fókusz, az gyakorlatilag azt csinálja, hogy egy Linuxos parancsot lefuttat, aminek az lesz az eredmény,
egy programot tartom, az megadja a képet, és az lesz az eredmény, hogy kírja, hogy mekkora a fókusz. De ugyanígy egy Exif-tool nevű programot lefuttat fel, Linux-os parancsal. Igen, az kiírja, hogy milyen hőmérsékleten készült az adott kép. De ugyanezt lehet, hogy ezt a hőmérsékletet mi felhasználjuk valamire. Például, hogy van-e hozzá dark, készült-e hozzá dark, vagy készítse-e hozzá darkot a program. Hogyha élnek. Tehát ennek az egésznek direkt tényleg az a lényege, hogy itt scriptelhető legyen, ugye nyilván ehhez kell, hogyha valaki saját maga akarja megcsinálni, akkor kell hozzá valami programozói tudás, de lehet a scriptet bonyolultan is, meg egyszerűen is megcsinálni. Megmutatom ezt a mostanit, ami most volt. Tehát ami most megcsinált ezt a demonstrációt, ezek tényleg tehát elég egyszerű script, hogy ezt az e-mailt beírtam, így indult az egész. Hogy, szóval így indult az egész, hogy AU az a programnak a neve. A init pedig a megstart, az azt jelenti, hogy a programod milyen scripteket indítson el automatikusan. Az init az mindig fix, az állítja be az adott dolgokat, ami mit szeretünk a saját környezetünkbe beállítani, és a start egy scriptet indítja el. De lehet az, hogy csak az init-tel indítod, és utána parancsol be belül azt. Persze, lehet azt is csinálni, de lehet úgy is csinálni, hogy elindítod a programot, és akkor te magad tudod, mondjuk init, és akkor megcsinálja ugyanazt. Ez teljesen mindegy. Ez csak kényelmi szempontból lehet így megcsinálni, meg ugye onnétok kezdve már lehet az, hogy ezeket a scripteket automatikusan elinduljanak, hogyha bekapcsolja az ember a gépet. Hogyha mondjuk van éppen egy dedikált, észlelés-készítésre dedikált gépet. Ez a sarkon. Aha, szóval akkor én tudom azt is csinálni, hogy az elején ugye beállítom, tehát én mondjuk nem SceneScan módba akarom futtatni, hanem EQ móddal, ami ugye támogatja az asztrometriát is, tehát bekapcsolom a gépet, rámegyek kapellára, ott élesre állítom a cuccot, és onnantól kezdve elindítom a Auto Observer, hogy init, és mondjuk T-kapella, és akkor a kapellának a kapelláról csináljon mondjuk 10 vagy 20 másodperces tesztképeket, és arra ráfutass egy asztrometriát, és utána pedig szinkronizálja a mechanikát, ami ugye a mechanika betanításának az első lépése. Igen. Ez maga gyakorlatilag a start script, igazából ez csak egy rövid parancs, ami csak annyit csinál, hogy a célpontok nevű TXT-ben, ahol fel voltak sorolva, hogy mit akarunk észlelni, az minden esetben futassa le az észlelvevő scriptet. Ami pedig nem más, mint ez. Ez gyakorlatilag maga, ami végigcsinálta az egészet. Ott az elején kiírt, hogy printelen gótu, tehát hogy hova állunk rá, utána magát a gótu parancsot, utána pedig kiírta azt, hogy milyen képeket csinál, és ez az utolsó ccd.exo parancsal végrehajtotta. Igazából tehát ennyi volt az egész. És akkor ezt elmenti SUMA 10 másodperc, és akkor a képsor számában. Igen, itt vannak maguk a képek, ezek készültek most. Ergen 10.1, Ergen 10.2, stb. Igen, tehát ezeket most így lett előzve. De vannak előzők, aminek akarjuk. Na, és ami még... Dark 10-es 1.2, 5 lesz majd a végéje. És amit lehet használni, ami remény, van egy úgynevezett EQ mode nevű driver, mert ugye ez az egészet az autóobszervet csinálja, az Indin keresztül. És az Indinek vannak különböző tárcső vezérlő driverei. A legegyszerűbb, amit most használtunk, az a SceneScan, ami egy-egyben kezeli a SceneScan mechanikát, de van egy EQ mode nevű driver, ami egyébként ASCOM-ban is megvan, majd nagyjából ugyanúgy működnek. Aminek az a lényege, hogy a SceneScan-t, hogyha átkapcsoljuk egy ilyen direkt PC módba, akkor maga a laptop, az közvetlenül a mechanikának a léptető motorait vezérli. És akkor ilyenkor a maga kézivezérő az csak egy átjáró, ami lehet használni. Na, ennek az az erénye, hogyha ezt vezéreljük,
hogy meg lehet vele csinálni például az úgynevezett szinkronizációt és betanítást. Ez azt jelenti, hogyha ugye bekapcsoljuk a távcsövet, akkor először be kell tanítani. Jó esetben háromcsillagos módszerrel. De ugye ezt ki kell menni, és meg kell csinálni, vagy pedig szépen be kell menni. Ami ugye probléma, hogy mondjuk nem vagyunk otthon, és úgy szeretnénk észlelni. Mert néha a háromcsillagos betanítása, nem pontos a pólusvállásom, vagy valami nem egészen jó. Tehát ha több csillagra tudom betanítani a rendszer, akkor minél több csillag, annál pontosabb lesz. Pontosabb. De a sünkön csak hármat tud. Igen. Tehát ez az EQ-mód, ez tud olyan, hogy be lehet szinkronizálni, ami azt jelenti, hogy ha mi neki megmondjuk, hogy éppen a távcső az égnek melyik pontján áll, akkor úgynevezett szinte szinkronizáljuk, és akkor az EQ-mód ezt letárolja, és ez gyakorlatilag betanítási pontként is használja. Minél többet szinkronizálunk, az mind egy-egy betanítási pont lesz, tehát annál pontosabb lesz a mechanika. Annál több minden hibát kiszűr, és a végén elég jó, tehát eléggé fel lehet, tehát meg lehet növelni az expozíciós időt. Azon kívül ez megy automatikusan. Magyarul, hogyha az EQ-módot használjuk, akkor elég csak az, hogy lerakjuk a távcsövet, bekapcsoljuk, az ég felé fordítjuk, elindítjuk a programot, azt csinál egy pár másodperces, mondjuk egy 10 másodperces tesztképet, azt leasztrometrálja, ja, mert tud asztrometriát is, tehát azt leasztrometrálja, megmondja, szinkronizálja a mechanikát, tehát megvan, hogy hol áll, és akkor onnétól kezdve ő már rá is állhat az első célpontra. Rááll az első célpontra, persze egy pontos betanításnál, csak valahol mellélő. Ott szintén csinál egy tesztképet, ugyanúgy asztrometrálja, megint szinkronizál, majd pedig korrigálja a mozdulatot, tehát egy picit újra rágoltozik az első célpontra, ami ilyenkor már ugye itt állt, és csak egy kicsit odébb kellett állni, úgyhogy olyan pontos lesz. De akkor már két betanítási pontnál járunk, ugye a tesztképnél az elején, meg az első célpontnál. És akkor ugyanezt meg lehet csinálni, hogy ráállunk a következő célpontnál, hát, hogy szinkronizálunk. Tehát amikor a második célpontnál, vagy a második szinkronizálás után készítek már éles képeket, mert úgy gondolom, hogy ez már közeli célpont megyek, tehát nem lehet nagyon nagy tévedés, akkor csinálok éles képeket, és az éles képeket is asztrometrálom, akkor már van egy harmadik izés. És akkor mit tudom én, amikor ezt már meg lehet csinálni, hogy ugye kapellát, ha esetleg nem akarok a kapelláról fotózni, de mondjuk a Nova keresés, akkor azt is lehet, hogy a kapelláról is csinálok már észlelő képeket, éles képeket, de a következő célpont után már elég pontos tudok lenni, de mondjuk a harmadik, negyedik betanítás és szinkronizálás után már lehet, hogy nyomhatom végig egyből az éles képeket. Tehát azt is lehet, hogyha mondjuk nagyon távoli célpontra akarok ráállni, ott megint csinálok az elején egy tesztképet, vagy kettőt, és akkor azt asztrometrálom és szinkronizálom. Tehát így lehet olyan észlelő programokat csinálni, hogy egész pontosak a képnek a közepén. Asztrometriával pontosítod. Igen, igen. Asztrometriával megmondom, hogy ennek a képnek lényegesen ez a valódi pozíció és közepén, és akkor ehhez szinkronizálom a mechanikát. Igen. De ennek gondolom mindennek fontos, hogy a pontos időmusra állás. Nagyjából pontos. Minél pontosabb. De az összes, tehát ezeknek a német mechanikáknak az a drágtenél minél pontosabb. Csak dobzom a részre, hogy nekem ez nagyon új azért kérdezik. Nem olyan életveszélyes. De a következő előadás majd tehát egy ilyen publikus módszert fog mutatni, amivel legalábbis nekem bejött. Aztán majd ki lehet próbálni. Na, de ez a szinkronizálás, ugye, mert az egésznek az a lényeg, maga az AO, az buta, mint a föld. Az alig tud néhány dolgot, tehát rá tud állni, hogyha megmondjuk neki, hogy hova álljon rá, akkor rááll az adott objektumra. Elkészíti az egész képet. Meg ha mi megmondjuk neki, hogy melyik ég melyik területén áll, akkor ő szinkronizál. De ezt az, amit elmondtunk, ezt az egész metódus, a szinkronizálás azt magától nem tudja, de mivel ugye scripttel lett megírva, ezért maga a szinkronizálás is egy script, ami gyakorlatilag ezt takarja az egészet. Az elején itt... Hol az egér? Ugye itt megcsinálja a tesztképet, itt paraméterként lehet megadni, hogy hány másodperces legyen. Ez itt maga az asztrometrálás, hogy megcsinálja az asztrometriát. Ez tulajdonképpen azt csinálja, hogy az AstrometriNet nevű programot futtatja, igen, kvázi parancsolból, paraméterekkel. Igen.
Tehát ugye ez nekem azt kell... Ez külső parancsként gyakorlatilag igen. Úgy használja. És ugye, mivel az egész ilyen skipben van, ezt meg lehet azt akár még azt is meg lehet csinálni, hogy figyelje azt, hogyha két gotu között nagyobb a távolság, mondjuk 45 fok, akkor szintén csinálja egy szinkronizációt, függetlenül attól, hogy korábban hány szinkronizálási pont volt. Ez attól függ, hogy kinek milyen pontos a mechanikája, illetve mennyire szereti, ez tapasztalattól függ az egész. Tehát én mondjuk 300-assal amíg fotóztam, nekem elég volt az, hogy a színszken bekapcsolásakor megadtam a pontos időt, meg a, ugye a tényleges földrajzi koordinátákat, ahonnan észlelek, és ez alapján ugye ezt megmondja, hogy a pólustávcsőnek a karikája az milyen óraszögben kell, hogy álljon. Tehát mondjuk azt mondja, hogy 6 óra 36, akkor én fél hét irányában nagyjából állítom, hogy a karika szélén ott lesz a Polaris. És az nekem elég pólustálási pontosságot szokott adni, főleg, hogyha még a vízszintezés is megvan. Tehát 1 perces képeket, meg akár 3 perces képeket, 300 millis fókusztal simán tudtam. Persze az ember, mit tudom én, fél méter, vagy 1 méter, vagy 75 centis fókusszal dolgozik, ott már pontosabb pólustálásra lesz szükség. Igazából egy az egész, tehát ennek az a lényege, hogy egy Linux alapú, az egész, de virtuális gépen teljesen jól futtatható. Nekem például a céges laptopom úgymond a szerver, ami egy ingyenesen letölthető virtuális környezetben fut az egész. De persze, ha valakit érdekel, és csak Windows használ, akkor összetudunk neki állítani egyet. Tehát az nem probléma, csak egy Ubuntu kell hozzá megfeltelepíteni a néhány programot is kész. És akkor ezeket lehet használni mindenre együtt. Úgyhogy, hogyha esetleg valakinek még van kérdése, akkor válaszolok. Ha nincs, akkor meg. Szóval lehet volna, hogy csak Windows-on szállt, akkor mi a teendő, de akkor nem. Tehát ebben az esetben... Kell egy virtuális gép, ami futtatja neked a Linux-t. Ebben az esetben az virtuális gépen. De lehet máshogy is használni neked. Ez az AO, amit auto-obszervernek, vagy AO-nak hívunk, ez már az 5. változat. Tehát ennek volt másik 3 működő változata korábban, azok mind Windowsosak voltak, de azokat nem dobtam ki, tehát ha valaki szeretné, akkor használhatom. Az egyik az Excel-en működött, Visual Basic-kel, és kezelte a Canon kamerát. Tehát ilyeneket elég hátul vakaros módon, de azért... Szinkronizálást tudod? Akkor azt sem tudtam, hogy mi az. Igen. Na, tehát ebben az a jó, tehát én úgy szoktam észlelni, újabban már. Kimegyek, pólusra állítom a távcsövet, mert nekem nem fix felállítás, mindig a konyhából ki kell cipelnem. Beállítom az időpontot, ráállok a kapellára, ugye, mivel mindig más van, tehát be kell állítanom az élességet, hogy éles legyen a kép, mert különben, hogyha elmosódott a fókusz, akkor nem érek semmit. Tehát, hogy kapellára egyébként is ráállok, csinálok egy éles felállítást live view módban, és onnantól kezdve be van kapcsolva a szerver, össze van minden dugva, és akkor bent a szobából pedig csinálom már a kapelláról a tesztképeket, tesztképekre ráengedi az asztrometriát a program, és utána pedig mehet a következő összes célpont. Tehát, hogyha tudom, hogy... Ez automatikus az, hogy... Onnantól kezdve tudom azt csinálni, hogy egyszerre beállítom azt, hogy mondjuk Esuma 10 másodperc, 10 darab kép, Elixand, 15 másodperc, 60 darab kép, stb. Tehát bármit be tudok állítani, be tudom azt csinálni, hogy mondjuk első néhány célpontról csináljon tesztképeket és asztrometriát, és a többit azt már élesbe észlelje, és csak a éles képek végére csináljon egy asztrometriát, és akkor tudom azt, hogy szomszédos látómezők rá, akkor nem kell újra tesztképeket gyártanom, hanem az előző asztrometria és betanítás már nekem elég fontos lett. És akkor így akár egész éjszaka rá tudom hagyni, csak ugye nálam az bonyolítja a helyzetet, hogy mit tudom én, északnyugaton ott van egy fenyőfa, déli irányban egy marha nagy körtefa, úgyhogy én főleg északnyugaton, meg a dél-kelet égen, dél- és kelet égen tudok észlelni, tehát meg kell választanom jól a célpontokat és sorrendeket. Mert hogyha mondjuk csak éjfél után derül ki az ég, akkor még nekem is újra kell tanulnom, hogy na most akkor milyen célpontokat lehet észlelni, de hát később majd valószínűleg ezt is jól be lehet programozni, hogy a körtefát pont kikerülje, a fenyőfában még ne essen be a látomásra. Hát
De már teljes résztvevő programokat lehet vele futtatni. Tehát akinek körkilátása van, az este beállítja az élességét, és hajnali négyig tudja részteni. Ja, kontaktív. Nem, csak elaludtam. Ja, csak elaludt a gép. Van még kérdés esetleg valakinek? Nincs, akkor megmutatnék egy pólusállási módszert, amit még a Tordai Tamás talált, az én nagy problémámra, mert nekem nagyjából keleti fekvésű erkélyem van, ráadásul az első emeleten, ami eléggé rossz kilátást nyújt. Nagyjából a leónál kétszer nagyobb égterületet látok, és annyi az összes. De ugye sarcsilag nem látszik. Horizont egyáltalán nem látszik, gyakorlatilag semmi nem látszik, úgyhogy egyáltalán nem tudtam pólusra állni. Rengetegszer próbáltam, különböző módszerekkel, de egyáltalán nem sikerült pólusra állnom. Mindig, még a fél perces képeket sem, sőt 20 másodperces képeket sem nyújtott. Egészen addig, amikor Tamás nem mondott egy tök jó módszer, amit aztán kipróbáltam élesben, és akkor működött is. Úgyhogy most elég jó képeket lehet csinálni. Mi a módszer neve? Fogalmam sincs. Majd el tudjuk küldeni a linket, az eredeti linket. Ugye, ez nem a klasszikus Schneider módszerre gondolom. Nem. Ez valami srác találta ki. Nem tudom, mi alapján. Láttam egy nagyon régi csipeken, hogy ilyen T-betűs csináltak, vagy ilyen E-betűs csinál a csillagból. Ez is betű csinál, csak nem olyan. Aha. Ez egy fél perces kép. Ugye nekem is a szélén nagyon kómás. De itt a közepén azért látszik, hogy nagyjából korong alakúak, illetve ez a másik, ez pedig egy másfél perces kép. Tehát ez is azért jó sikerült pólusra állni vele, és kicsit sokáig tartott, de sikerült. Ez mivel készült? Canon 1001. Jó, de milyen objektívvel? Tárcsővel, 105x200. Jó. Igen, csak utána már a fél perc, vagy melyet a másfél perc már nagyon mélyik. Úgyhogy maradok. Igen, az már látszott, hogy elég világos. Igen, úgyhogy maradok a fél percnél, akármennyire is tudom többet. És magának a módszernek pedig a lényege, tényleg nem tudom, hogy hívják, vagy erről lesz egy leírás a valamelyik honlapon is. Aha. Ennek az a lényege, hogy most először elmondom a hivatalos módszert, utána elmondom, hogy én hogy tudtam megcsinálni. Mert a kettő az nem fedi egymást, nem teljesen fedi egymást. Az egyik az, hogy külön kell korrigálni a horizontális, illetve a vertikális, tehát a pólus magasság állításig. Az egyik, kezdjük a horizontálissal, ahhoz vagy keleti, vagy nyugati irányba kell állítani a távcsövet az égi egyenlítőre. Tehát nagyjából arra kell állítani, utána a egyes sebességre kell állítani a tárcsőnek a követési sebességre, illetve nem a követési egyes csillagsebességre. Tehát igen, tehát egyes csillagsebességre, mikor nyomkodjuk a gombot. Persze. Utána azt kell csinálni. De már melyik irányba kell mozgatni? Mondom. Ja, oké, okay, menjen az óragép, tehát az óragépnek mennie kell. Utána elkezdünk exponálni, ez csak expo vezérlővel megy, mert 2 percet kell összesen exponálni. Tehát vagy expo vezérlővel, vagy ahogy én csináltam, laptop vezérléssel megy. Így nyomva tartva egyáltalán nem, mert az, próbáltam úgy, az belemegy, az úgy használhatatlan képeket ad. Szóval az a lényeg, hogy menjen az óragép, álljon keleti vagy nyugati irányba, az egy kiegyenlítő környékén nagyjából. Elkezdünk exponálni, először 3 másodpercet exponálunk, úgyhogy nem nyúlunk a mechanikához. Tehát megy az óragép 3 másodpercig, méghozzá azért, hogy ezt a kis gümit itt oldalt létrehozza. Ez azért kell, hogy utána meg tudjuk különböztetni a két oldalt, hogy honnét indult az expo idő. Utána, ugye a legkisebb sebességen, nyugati irányba elindítjuk a mechanikát, ezt így megyünk. Ezt csináljunk, ugye 3 másodpercig csináljuk az egyiket, aztán 57 másodpercen keresztül megyünk nyugat irányba, majd pedig elengedjük, és a másik irányba elindulunk, szintén, tehát akkor 60 másodpercet, így jön ki az összesen 120 másodperc, tehát 2 perc.
És ugye akkor a kép az úgy keletkezik, hogy így, itt a kis gumi, így elindul, és akkor itt megfordult. És akkor ebből látjuk, ugye normál esetben, ha oda visszamegyünk, akkor ennek egy vonalnak kell lennie. Tehát nincs kinyilva. Igen, és ebből látjuk, hogy hát ez marhára nincs pólusom, és akkor kell utána állítani. Azért megvolt, hogyha ezen az oldalon van a kis gumi, akkor nyugat felé kell állítani, ha ezen az oldalon van, akkor keleti. De én úgy csináltam, mert ugye ez, azt nem írta le, hogy ugye hogy áll a kép, az nem mindegy. Úgyhogy elindítottam az egyik irányba, hogy jó volt, akkor folytattam, tehát szűkült a háromszög, akkor folytattam abba az irányba, hogyha nem volt jó, akkor pedig ment. És ezt addig csináltam, amíg ugye majd egyenes nem lett, vagy hogyha túltoltam, akkor pedig átfordult a gumi a másik oldalra. Mert nem lépésről lépésre állítottam, mert az elején nagyon rossz volt a pólus, hanem fogtam, leraktam a tárcsövet, megcsináltam ezt a képet, majd pedig kitekertem kopik az egyik irányba a tárcsövet, amelyik csak érkezett ezekkel a kis csavarokkal. Majd pedig onnétól láttam, hogy ha csak egy kicsit megy össze a háromszög, akkor ugye az egész mechanikát kell odébb mozgatni abba az irányba, de hogyha mondjuk megfordul a dolog, akkor már tudom, hogy csak csavarra vissza kell állítani. És akkor így szépen elkezdtem játszadozni. De tulajdonképpen itt a pólus magasságot azt úgy eleve tudod nagyjából, tehát a kelet-nyugati irányt kell neked belőlni valójában. Először a kelet-nyugati irányat, utána a pólus magassággal kell kezdeni. Ilyen, egy alapértéket beasznak ki, tehát azért... Nyilván, tehát nyilván nulláról... Nem, az imut bájtodat. De az, hogy a skáláról leolvasod, az nem elég hozzá. Yeah. Hát ez nyilván nem elég fontos. Tehát ugye ez volt az egyik kép, utána itt elkezdett csökkenni, utána szépen itt csökkent, itt ugye az időt azt elrontottam, visszamenőgépet, és akkor itt már kezdett jobb lenni, itt már látszik, hogy egy kicsit át is ugrott a gumi, majd pedig lett ilyen, és akkor befertősödött. De akkor nagyon koppon volt az egész, és akkor inkább úgy döntöttem, hogy nem akartam, hogy a csavar az úgy legyen, hanem hogy átmozgatom az egészet, hogy megyem a középen legyen, és előről kezdtem. Befertősödött, és egy hétig ki se derült. Egy fogod lenni. Úgyhogy hát nem tudtam fordítani, de itt van a folytatása. A leírás szerint egy fényes csillagot kell keresni. Ugye az előző ott volt középen egy nagyon fényes csillag, de ezzel az a probléma, hogy sokat kell állítani, akkor ugye mindig a fényes csillag, ahogy mozgatjuk úgy vízszintesen, az kimegy. Mm-hmm. Tehát is mindig vissza kell állítani. Aztán rájöttem, hogy hülyeség, hiszen ezek a halvány csillagok is tele vannak. Úgyhogy ez időszázon készült ez a kép. Oh. Azért, hogy 2 perc alatt ne égjen be. Mm-hmm. És ezen is így. Teljesen jól látható, itt vannak a kis gumik rajta. Látszik, hogy kicsit túltoltam, mert ugye már a másik oldalon van. De közben a rendszerhez nem nyúltam. És akkor itt elkezdtem játszani. Ugye itt már túltoltam, mert itt már a másik oldalra került a kis gumi. És akkor addig kell játszani, amíg a végén nem sikerül. És akkor gyakorlatilag egy vonalba van. Ez ugye hivatalosan úgy kell, keleti vagy nyugati irányba, az égjegyenlítőhöz közel, minden közelebb. Aztán jött a másik, amikor ugye ezzel csináltuk a horizontálisat, aztán a vertikális, tehát a pólus magasságot is így ellenőrizni, vagy korrigálni kell. Azt pedig úgy kell, hogy déli irányba, szintén az égjegyenlítőhöz közel kell megcsinálni, és akkor ugyanez a módszer. De te nem látsz ki délre. Igen, ezért mondtam, hogy először a hivatalos módszert mondom el. A déli irányban égjegyenlítőhöz közel, és ott ugyanúgy 3 másodpercet, jó, az a 3 másodperc nyilván nem szentírás. Csak az egyik, hogy egy gümi ott legyen, meg ne várjunk túl sokáig. Mert ami még fontos volt, hogy mikor megyünk az egyik irányba, és elengedjük, és megyünk a másik irányba, akkor a színszker, legalábbis az enyém, barna most arra, hogy beragad a gomb. Úgyhogy arra is ügyelni kellett, de felengedtem, ellenőrizni kellett, hogy a gomba az nem ragadta be, és utána nyomom meg. Ugye ez egy 1/2 másodperc az egész, de fontos, mert most nem másoltam fel, de vannak ilyen fűrészes csillagai is, amikor mind a két irány össze-vissza ment a mechanika. Szóval az a lényege, hogy
ugye a pólus magasság korrigálásához dél irányba kell állni, ugyanúgy óragépen csinálunk az elején 3 másodpercet, vagy pedig ott a függőleges gombot, tehát észak felé megyünk, vagy pedig ha lejár a 57 másodperc, akkor pedig dél irányba megyünk vissza, aminek nálam ez lett az ere, tehát nagyjából, tehát ez a függőleges korrigálás, és akkor láthatom, hogy ez tök szépen vízszintesen, mert hogy korábban egy másik, mikor egy másik módszerekkel próbálkoztam, akkor rájöttem arra, hogy oké, hogyha én találok egy módszert, hogy hogy lehet beállítani, bármilyen módszert, hogy lehet beállítani a pólust, mindig ezt a kettőt kell korrigálni. Úgyhogy fogtam, az egész, te fogtam a mechanikát, kivittem a Polarisba, és ott piszkosul beállítottam a pólust, mert ugye akkor a pólus magasság megvan, és azon nem kell állítani onnétól kezdve. 100 méterrel lakik a Polaristól. Ha 10 kilométerrel lakok, akkor se kell állítani a pólus magasságon. Igen. Nagyon nagy könnyebbség, hogyha előtte, hogyha nem látunk rá a sarcsillagra, mivel ha ráállunk a sarcsillagra, ez a módszer, ez pontosításra jó. Tehát mert az, hogy beállítjuk a kis kört, az nem feltétlenül lesz a legpontosabb. Ezt a módszer pontosítása lehet használni a hagyományos beállítás után, de ha nem látunk rá, egyáltalán nem, akkor a pólus magasságot egy jó helyről érdemes beállítani, mert az fix, utána azt nem kell állítani, és akkor csak az egyik kell állítgatni. És akkor lehet így nagyjából beállítani a mechanikát. Úgyhogy most már legalább használható a rendszer. Kívánom. Úgyhogy ennek ennyi. Köszönöm. Kitaláltak ki, hogy olyan ki, azt nem tudom, majd megkeresünk. De okos volt a pizka. Van még külön más módszer is, a kimbószer meg a többinszó, amit érdemes magasan beállítani a mechanikát, mert több oszlóságot nyomják, amikor erre a ráhárás pontos lesz, nem húzik ki a hosszú ülés. Meg ugye azt mindegy, nem tudjátok már mindannyian azt a trükköt, hogy akkor beállított a pólust, akkor szépen megjelöltem a lábait, hogy hol vannak. Ugye vízszintesbe kellett állítani, azt is filccel megjelöltem, hogy hogy állnak a talpakot, mert hiába van ott az erkélyen, azt mondja, hogy én elviszem máshova, és utána vissza kell rakni az egészet a helyére. És akkor talán nem kell majd ilyen sokat állítani a lehet. És ennyi lett volna, szóval szépen.